videófelvételt készítek erről a Yamaha CDC 697-es CD-lemez játszóról, 5 CD-lemez lejátszára képes egyidejűleg. A készülék tudja a CD-textet is. Mindjárt keresek is közben olyan lemezt, amiről úgy emlékszem rá, hogy tudja a CD-text feliratozást. Kiírja az előadó nevét, a számcímét. Lejátszás közben van neki egy nagyon jó funkciója, hogy ki tudjuk venni az egész fiókot, és tudunk behelyezni másik lemezt. Szóval lejátszás közben is lehet behelyezni lemezeket. Ide van írva, hogy meg lehet nyomni a fiókrészt, hogy becsukódjon. Nagyon szép állapotban van. Eredeti távirányítójával adom. Full távirányítás jellemzi. A lemezeket lehet vele választani. Most a kettes lemezre viszem rá. El is indult. Hát ez a CD-textes. Azt hittem, hogy CD-textes az elemez. De az. Mégsem. Nincs szerkesztve. Azt írja ki. De kiírja, neked írom a dalt. Jó, emlékeztem rá, hogy ez a lemezem úgy van megszerkesztve, hogy kiírja az előadó nevét, számcímét, minden. Azért van lehalkítva, mert nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit énekelnek, mert a zenei anyag miatt a YouTube letiltja az én hangomat is, csak a videót engedélyezi utána lejátszani. Bele lehet pörgetni a számba, illetve mint látjuk elég gyorsan. Számléptetés. A hosszú ékezetű magyar ékezetet is ismeri. Álomarcú lány. Nagyon szép kidolgozású forma tervezet, egyszerű dessing kivitelezésű készülék. A távirányítójáról még annyit, hogy tud kezelni ezen kívül lemezjátszót, rádiót, MD-t, videót, ezekre a funkciókra képes, illetve erősítő egységet. Az alsó egység kiosztás az lehet CD lemezjátszó, átkapcsolva lehet kazettás magnó, és van egy ID1, ID2 állás meg a távirányítón. Csak a távirányítója 10.000 forint körül mozog. Ehhez képest rendkívül jó áron adom a készüléket. Mint látjuk, tényleg CD-textes. Bemutatom a hátulját is, a teteje is csodaszép állapotú készülékről van szó. Szinte teljesen kartmentes. Itt a hátulja. Van rajta valami számítógép csatlakozási mód is, valamint optikai csatlakozás, kimenet, akkor az RCA. Most nagyon szép állapotban van. Nagy felbontású képekkel még illusztrálni fogom a
teljes állapotát. Még egyszer köszönöm szépen, hogy megtekintetted videófelvételem. Sok szép órát, zenehallgatás, kikapcsolódás kívánok ezzel a remek készülékhez, és további szép napot!